A rutinosabbak már szakszerű mozdulatokkal húzták fel a korcsolyát. A tolnai Dunaholtágon is voltak, akik jégre léptek, sőt többen egy hosszabb túrára indultak a befagyott vizen. Rendkívül ritkán már lehet sajnos rámenni a jégre. Nem is mondom, hogy egyértelműen biztonságos, de mi helyiként ismerjük a vizet, tudjuk, hogy milyen mély. Hát azt kockáztatjuk, hogy legfeljebb vizesek leszünk. Ezt pedig bevállaljuk. Évente ez a pár nap muszáj kihasználni. Túrát, igen, most is túrázni indulunk majd. Nagy valószínűséggel egy ilyen 8-10 kilométert valószínűleg el tudunk menni. Azon a része van egy ilyen kis gyengébb rész, illetve ott a helyiek az átkelés vége több helyen feltörik. De szerintem egy napra egy ilyen 15-20 kilométeres túra az éppen megfelelő lesz. Utána talán még délután is, bár hogyha ilyen erősen süt a nap, délutánra megváltozik a jég szerkezete, és akkor már csak fürdőnadrágba ajánlatos tényleg. Az előjelzést inkább a bőrünkön érezzük. Gyakorlat az, hogyha éjszaka két nap megközelíti a mínusz 10 Celsius fokot a hőmérséklet, és nappal sem enged fel, akkor már a legbátrabbak azok már próbálkoznak a jégen. Adrenalin termel, boldogsághormonok, hegyei. Ó, főleg ilyenkor, amikor többen egy helyen vannak, és mindjárt mosollyal fejezik be ezt az akciót is. Szóval a korcsolyázni, hát a mozgás öröme. Ugye az élvezeteket elég nehéz meghatározni, hogy most miért. Miért szeretsz egy verset, miért szeretsz sportolni, miért szereted a jeget. A közeg, kint a természetben, a siklás élménye össze sem hasonlítható semmi mással. Régen mi akkor tudtuk elkezdeni, ha befagyott a víz. Most már ezekben a műjégpályákon egész kiskorban elkezdheti az ember, amikor már lábra tud állni szinte. Már vannak ezek a kétélű korcsolyák, és akkor lehet tolni a különböző állatkákat, amik segítenek ugye a tanuláshoz. Szűcs István elmondása szerint tőzsgyökeres tolnai, már kiskora óta jár korcsolyázni a Dunára, most két gyermekével érkezett. Voltak már korábban, ők már ismerik ezt a jeget, de már elég kicsik voltak, amikor nekik sikerült legutóbb korcsolyázni. Az a terv, hogy végre ebben a szezonban, hát ha jól emlékszem, 7 év után végre korcsolyázunk egyet. Nagyon régen volt már az, hogy tudtunk menni. Gútai felé fogunk elindulni, valahogy az biztonságosabbnak tűnik. Öltözékben nagy hidegre nem készültünk, mert süt a nap. Szerintem nem sokára már olvadni fog, úgyhogy azért jöttünk ki most reggel. Öltözékbe simán csak egy aláöltöző, meg egy meleg nadrág. Bár sokak számára nem tűnik olyan veszélyesnek, a szakember mégis azt mondja, hogy egyelőre nem ajánlott a befagyott élővizeken korcsolyázni, hiszen amíg éjszaka mínuszok vannak, addig napközben plusz fokot mutatnak a hőmérők, ami egyáltalán nem kedvező. Általánosságban 10-12 cm az a vastagság, ami már biztonságosnak számít. Mindig azt is hozzá szoktuk tenni, hogy persze, ha valaki tudja az biztosan, hogy az adott vadvizen mindenhol ilyen vastag a jég, hiszen a vadvizeken, ahol a vizek alul forognak, buzgárok vannak, stb., ott alulról nem biztos, hogy minden helyen pont 10-12 centi, még hogyha egy-két helyen meg is nézzük, és úgy néz ki, hogy hú, itt tényleg olyan vastagságú a jég. És bizony, ahol alul elvékonyodik, hát ott meg nem annyi lesz, és ebből adódik az, hogy megyünk, és néhol meg esetleg egy kisebb területen bizony vékonyabb a jég, és akár ott ugye be lehet szakadni. Azt is el kell mondani, hogy azért egy átlagos ember is, sőt azt kell mondjam, hogy erre talán nincs is igazán felkészült ember, aki teljes biztonsággal képes lenne arra, hogy egy jégbeszakadást, most olyan helyről beszélek, pláne ahol mondjuk nem is ér le a lába, tehát hogy egy váratlan jégbeszakadást ezt teljesen professzionálisan kezeljen. Hiszen a katasztrofinum kollégáknak, tűzoltóknak is rendes gyakorlások tömkelege van, hogy egyáltalán valakit mondjuk, vagy valamit egy jégbeszakadásból hogyan és milyen segédeszközökkel, milyen technikával tudnak biztonsággal kihozni. Nem, hogy valaki, aki pufajkába, nagy csizmába, vagy nem tudom mi, akármiben még korcsolyázott, stb. Beszakad, tiszta víz lesz a ruhája, az is azért nem titok, hogy lefelé húzza, meg az ijegység.
És akkor ennek az összhatásában még valahogy ki is kellene jönni abból a jégből. Illetve sokan el sem tudják képzelni, hogy milyen hideg az az 1-2 fokos víz, ami az adott pillanatban egyből érintkezésbe lép a testünkkel. Az, ha egyszer valaki lemegy egy ilyen vadvízbe, hát egy nulla a látótávolság, tehát nem fogja meglátni se a tetejét, se semmit a világon. A sokk az amúgy is teljes mértékben el fogja venni az észszerű döntést a helyzetben, de egy biztos, hogy ha már lement a víz alá, szinte menthetetlen, mondhatnám azt. Tehát ha vész helyzet van, szóval minden áron meg kell próbálni valahogy a felszínen maradni. Akik meg esetleg a környezetébe vannak, és mondjuk egy ilyen helyzetet látnak, ugye fizika, tehát a lehető legnagyobb felülettel közeledni, tehát bizony lehasalni, hasalva, széttett lábbal, minél jobban, ha ne adj Isten, van ott bármi, ami valami felületnövelő, egy nagy deszkák, akármi, akkor mindenképpen ilyeneket megpróbálni oda tenni, és ha megint csak bár hát kimegy el kötéllel mondjuk korcsolyázni, de ha van, minél előbb valahogy rögzíteni aki szegényként bent van a vízbe, mert számolni kell rá, hogy nagyon rövid időn belül már képtelen lesz arra is, hogy akár a kezeivel kapaszkodjon, vagy bármi. Tehát nagyon-nagyon rövid az az idő, amíg mondom, érdemi fizikai munkát fog végezni, mert az izmai be fognak görcsölni, és csatolnék vissza Leonardo DiCaprio-ra úgy, ahogy ő is a filmbe szép lassan le fognak csúszni, és eltűnnek a víz alá. A jég jól hallható recsegése, ropogása biztos előjele annak, hogy bármelyik pillanatban beszakadhat. Ha már megtörtént a baj, akkor tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat előre. Próbáljuk megakadályozni, hogy a jégfelület alá csúszunk, vagy lemerüljünk a vízbe.